A Gemenc hangját keresték a hétvégén a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Ezt az elnevezést kapta az az énekverseny, melyet már évtizedek óta megrendeznek a megyeszékhelyen diákok részére, és amelyből a szervező tücsökzenés színpad is alakult. 24 éve rendezem már ezt a versenyt, csak éppen nem Gemenc hangja volt a címe, hanem volt egy énekverseny, és tulajdonképpen 95-ben ebből indult a Tücsökklub annak idején, aztán a Tücsökzenés színpad, ugye, és gyakorlatilag ez a verseny két évente azóta is folyamatosan megy, megyei szintű, vagy megyén kívülről is jönnek sokszor, és idén tartottunk egy keresztelőt, és úgy döntöttem, hogy Gemenc hangja lesz, és ezt a nevet meg fogjuk tartani ezután is. Pop vagy musical dalokkal, vagy akár mindkettővel, életkor szerint 4 kategóriában nevezhettek a versenyzők. Korengedménnyel 6. életévüket betöltött óvodásoktól a felnőtt egyetemistákig lányok és fiúk egyaránt megfordultak a színpadon. Hát úgy hirdettük meg, hogy lehetőleg minél jobban szétszedjük a gyerekeket. Egész más énekel egy 6-10 éves gyerek, mint ugye egy középiskolás, úgyhogy 4 kategóriában hirdettük meg életkort szerint, és alsó-felső tagozat, középiskolás és diákok, felnőtt diákok. Azért hangsúlyozom, hogy diákok, mert többen jelentkeztek volna felnőttek, akik már dolgoznak, de ez konkrétan diákok részére volt meghirdetve. Néhányan úgy gondolták, biztosra mennek, és egyből 2 választható kategóriájú dallal is neveztek. Ráadásul nem csak magyar számokat hallhatott a közönség, volt, aki angolul vagy németül énekelt. A 9 tagú zsűri korcsoportonként és műfajonként arany, ezüst és bronz minősítéssel kellett, hogy díjazza a megfelelő színvonalú produkciókat. Az értékeléskor ugyanis a különleges hang mellett fontos szempont volt az előadásmód is. Talán a következő szempont az, hogy jó hang mellé, hogy tudja még, de hát ez is nagyon nehéz ilyenkor, mert még picik, hogy az előadásmód, hiszen tele vannak még azért legtöbbjük izgalmakkal, lámpalázzal. Én is talán ennyi idős koromban, sőt biztos, nem csak talán, biztos, hogy nagyon izgultam, és gyűrögettem a szoknyámat, hogy tudjak énekelni. És aztán jött a technika, az énektechnika, és akkor az elkötött a figyelmemet, és akkor nem tudtam izgulni. Tehát itt azért láttam egy pár gyereket, akik nagyon felszabadultan, jó hanggal és nagyon felszabadultan adták elő a dalaikat. Sokan remekül szerepeltek, a minősítéseken kívül meg annyi külön díj is átadásra került, de természetesen, mint a legtöbb verseny esetében, itt sem a győzelem volt a fontos. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos és nagyon szép elfoglaltság egy gyereknek, mert olyan sokszor előfordult az elmúlt 24 év alatt, hogy egy gátlásos gyerekből csodálatos palánta alakult ki, az éneklés során kinyílott, és akár egy dadogós gyerekből, vagy egy visszahúzódó gyerekből egy jól kommunikáló fiatalember lett a végén. Az éneklés az egy nagyon felszabadító dolog, nagyon sokat ad a kisgyereknek, a felnőttnek, mindenkinek, érzelmileg gazdagítja. Tehát a jövőre nézve is, nem csak érzelmileg, akár mindenféle kommunikációban is jobban tud érvényesülni, felszabadultságot hoz, bátorságot kommunikálni. Tehát én úgy gondolom, hogy a muzsika talán az egyik legszebb dolog a világon. Én
And in the bad times I feel myself, I'm a